Sziasztok! A mai videóban meglássuk azt, hogy mit kezd az AI a különböző gondolatainkkal, és mennyire menő rajzokat fog, vagy festményeket, vagy éppen képeket fog készíteni belőle. Itt van velem Anna. Ismét, aki elhozta megint a nagyon menő verses kötetét, amiről egyébként már készítettünk videót. Oda kattintva megnézhetitek, hogy miről beszélgettünk pontosan. A könyvvel és a kiadásával kapcsolatban. Úgyhogy, ha érdekel, akkor nézzetek meg azt is. Úgyhogy most pedig csapjunk bele a lecsóba, és nézzük meg, hogy a Midjourney AI mesterséges intelligencia mit kezd a vers részletekkel, gondolatokkal és különböző szavakkal, amiket elé dobunk. Egyébként erről már rengeteg videót láthatatok a neten, hogy a mesterséges intelligenciának a képalkotása az jelenleg mennyire felfutóban van, vagy mennyire fejlődött az utóbbi időben. Úgyhogy ez most nem a hátteréről, vagy arról fog szólni, hogy mit lehet vele csinálni, hanem igazából így kipróbáljuk, és megnézzük azt, hogy egy művész gondolataiból, meg az én hülye fejemből miket lehet kihozni egy ilyen eszközzel. Úgyhogy csapjunk bele. Meleg van. Most már. Megpróbáljuk azt, hogy összeengedjük a szöveggeneráló AI-t és a képgeneráló mesterséges intelligenciát. Megnézzük, hogy mi sül ebből ki. Annának az egyik vers részletével kezdtük a szöveget. És most folytatjuk. Kicsit összeollózzuk az ötleteket, amiket ide kidobott. És akkor menjen? És írjunk hozzá bármit, vagy csak... Nézzük meg, aztán más nem módosítjuk. Jó. Hát. Na mit csinál? Sok AI egy vers részletnek. Egy teljes mondatból. Majdnem teljes mondatból. Amúgy kiemeli ezeket a szimbólumokat. Tehát, hogy azzal dolgozik, ami megfogható, mint ugye a tündér. Wow, ez nagyon menő lett az arc. Neki meg virágfeje van. Most már egy kicsit horrorisztikus lett. És itt van egy sötét alak. Itt is. Ez is elég érdekes. Elnézve azokat a képeket, amiket eddig csináltunk, nekem baromira tetszik az, hogy kitalálunk valamilyen ötletet, azt bedobjuk, azt jól fogalmazzuk, meg akkor csinál belőle egy pár verziót, amiből ki tudjuk választani azt, ami nekünk tetszik. Konkrétan 4 verziót, viszont hogyha realisztikus effektet még rátudjuk, akkor csak 2. Itt a művésznek annyi a szerepe, hogy kitalálja azt, hogy miről akar képet, kitalálja azt, hogy ezt hogyan tudja leírni, hogyan tudja konvertálni egy olyan szövegformátumba, amivel tud valamit kezdeni a mesterséges intelligencia, és többé-kevésbé azt kapod, amit szeretnél látni. A 4 verzióból kiválasztod azt, ami tetszik neked, és azzal folytatod a dolgokat, és tulajdonképpen ennyi a te dolgod, mint művész, és a többit ezt az AI csinálja. Igazából nem is kell hozzá művésznek lenni, tehát hogy most valakit ez érdekel, bedobál hozzá egy-két random szót, és abból kap egy alkotást. Igazából teljesen hülyeségeket is be lehet írni, mint például egy rajzfilm bolha balettot táncol. És kaptunk rá egy tök menő képet. És egy nagyon aranyos képet kidobott rá egyet, az AI. De ezeket lehet tovább fokozni különböző stílusokkal, és igazából talán csak a képzeletet szab határt, sőt, igazából még az sem, mert egy csomó mindent, az már maga a mesterséges intelligencia. Itt már igazából nincsen határ. Mert hát ezt még tovább is dolgozhatod. Hát igen, és hogyha valami kész van, azt, hogyha kimented egy jobb minőségben, akkor azt át tudod tenni Photoshopban egy kicsit bütykölni, és lehet belőle egy tök menő alkotás. Ez egy jó kérdés, hogy kié jogilag ez a kép, amit csinálsz vele. A szerverem megy, tehát mindenki másnak az alkotását is lehet látni, aztán, hogyha neked megtetszik egy, akkor le is tudod tölteni, vagy upscale-elni. Vagy tudod tovább
további verziókat tudsz belőle csinálni, valakinek tetszik az ötlete. Rengeteg van, úgy pörög a chat, hogy ott folyamatosan jönnek az új és új képek. Úgy kell visszakeresni a sajátodat. Igen. Ugye van egy ingyenes verziója, mi azt próbáltuk. Nem tudom, elég sok képet lehet vele csinálni, elég sok próbálkozást lehet vele csinálni. És igazából ez bőven elég, kiszórakozod magad vele, hogyha meg nem elég, akkor csinálsz egy új Discord fiókot, és azzal tudod folytatni, vagy tudsz tovább a képeket, meg ilyeneket csinálni. Én előfizetni nem fizetnék előre. Maximum, hogyha tényleg ezt mint eszköz használnám. Hát munkaeszköz. Különböző témákhoz illusztrációkat csinálni, hogyha nincsen hozzá kézügyességed, nincsen hozzá semmi fantáziád, akkor ebből lehet csinálni akár videókhoz illusztrációkat, vagy lemezborítót, könyvborítót. Tehát tényleg határa csillagosség, határ... Nincs határ. Nincs határ. Olyan alkotásokat lehetett csinálni benne, amiket mondjuk egy telefonháttérképnek, vagy egy akárminek föl tudsz használni. Vagy akár egy könyvborítónak. Ez mondjuk nem AI rajzolt. Reklám helye. De most ide berakunk egy pár képet, amit ezzel a mesterséges intelligenciával csináltunk, és például a Carnival of Dreams-re, tehát az Államkarnevárra dobta ki ezeket a lehetőségeket, ezeket folytattuk. Nyilván nem az első verziót fogadtuk el tőle, hanem egy jó párat azért végigpörgettünk, és aztán azokat följavítottuk, és 4 képet is csináltunk ilyet. Szerintem bármelyik megállná a helyét, mint illusztráció, vagy mint borítókép. Vagy könyvborító, igen. De még lemezborítónak is el tudom képzelni. Hát simán például nekem ez a kék szárnyas, ez vagy ez, akármelyik lemezborítónak. Érdekes az, hogy a te fejedből pattan ki az, hogy épp milyen szavakat használsz fel, vagy milyen mondatot írsz hozzá, és aztán ő kreál belőle valami olyat, amire nem számítasz, ami nem a te fantáziád szüleménye, de aztán ez így mégiscsak működhet, hogyha te még utána tovább szöböd, vagy valaki unblock azt használja fel, amit az AI kidobott. De ki csinálja ezt a képet? Te, aki kigondolod azt, hogy miről szóljon a kép, az AI csinálja, aki effektíve összerakja a pixeleket, aki megírta a programot, az csinálja a képet, mert tulajdonképpen az ő munkája az AI. Azt hiszem, ez a 3 külön szegmens egy halmazba tartozik. Még ugye az AI-nak van egy tanuló halmaza, mert a mesterséges intelligencia nem úgy működik, hogy ő mesterséges intelligencia, hanem a mesterséges intelligencia az tanul, rengeteg adatot dolgoz fel, és ezekből az algoritmus felismeri azt, hogy igen, a szárny az így néz ki, mert van ezért 22 millió kép a szárnyról, és azokat elemezte, hogy hogyan néz ki egy szárny. Vagy hogy néz ki egy emberi arc. És ezeket mind feldolgozta ezt a rengeteg adatot, és tulajdonképpen ők is mind az alkotói. Tehát aki nem véletlenül tud megcsinálni egy Monet stílusú festményt, mert nagyon sok Monet képet elemzett, és ezekből össze tudja rakni a stílusát a Monet-nak. Tehát, hogy milyen színeket használ, milyen árnyalatokat, milyen ecsetvonásokat, hogyan torzít egy arcot mondjuk, egy Frida Kahlo, vagy egy akárki. Tehát, hogy ezeket mind összerakja, és ezekből készíti el a végső művet, vagy ezekből inspirálódik, ezek alapján csinál meg egy arcot mondjuk, hogyha azt kéred tőle, hogy mondjuk egy Monet stílusban csinálja. Szóval ez egy jó kérdés, hogy ki a festmény. Igazából nem tudom, senki, mindenki. Önmagában az a lényeg, hogy ez egy művészet, és ebben lehet gyönyörködni. Lehet rajta szórakozni. Mi is már hány órája piszkáljuk? És már szerintem 3 órája, vagy 2 órája ezzel foglalkozunk. És nem unalmas. Jól szórakozunk rajta, és még egyet akarsz csinálni. Hát meg kicsit addiktív. Kicsit addiktív. Érdemes kipróbálni? Érdemes. Még így művészként is azt mondom, hogy érdekes dolog. El fogja venni a munkádat? Lehet. Hogy él meg Magyarországon egy művész manapság? Művészként ez mindig is kihívás volt, és szerintem ez mindig is kihívás lesz, hogy ezt valaki tudja szépen tisztességesen csinálni. Nem egyszerű, mert nagyon sokan vagyunk szerintem, és Magyarországon nem nagyon van erre nyitottság sem,
Úgyhogy itthon ez szerintem különösen nehézé teszi, és a social médiák nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy valaki tudja növelni a népszerűségét, meg tudja mutatni, hogy mit csinál. Persze, ahogy változnak ezek a social média platformok, ez egyre nehezebb. Tehát sokan panaszkodnak most például az Instagramra. Ez ott más ilyet sincs, hogyha nem videókat raksz fel. Igen. És azért most vegyük például grafikusként, hát max ilyen timelapse-eket tudsz csinálni egy munkádról, de hát most a behind the scenes az nem mindenkire tartozik, hogy hogy jutsz el odáig, hogy te azt megcsináld, mert legtöbb embert úgyis csak a végeredmény érdekli. Szerintem egyébként az AI az nem sokaknak fogja elvenni a munkáját, hát, művészeket nem fog lepipálni, de nyilván megnehezíti a helyzetüket. Hát gyorsítja a munkafolyamatokat. És egy csomó embernek meg be tud segíteni, tehát ezt akartam mondani, hogy, igen, egyébként hogy akár hasznos. Egy designernek, vagy egy sketchet megcsinálni, van egy ötleted, hogy... Hát vagy ha nincs ötleted, tehát hogy mit tudom én, kapsz egy olyan megbízást, hogy köpni nyelni nem tudsz hozzá, de felcsapod itt az AI-t, beírsz pár kulcs szót, ami a feladatleíráshoz tartozik, és lehet kidob pár olyan képet, ami után elindul az alkotói folyamat, beindul az inspiráció, aztán megy a szekér. Megy a szekér. Na hát, kívánom, hogy menjen a szekér. Kellenek hozzá lovak. Vagy pillangók. Vagy pillangók. Ez lesz a következő, amit bedobunk a gépbe, pillangó szekér. Ha gondoljátok, akkor ti is próbáljátok ki a Midjourney-t, szerintem tök jó szórakozni vele. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Köszönöm Annának, hogy itt volt. Jó volt. Jó volt, az a lényeg. Találkozunk a következő videóban. Én Benedek voltam, én pedig Anna. Sziasztok! Sziasztok! A videót a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom támogatta. Itt van a vízibóla!